Tisztelt Dunajvárosiak! városiak! Kálmán, az egyik legrutinosabb képviselője a városnak, 2002 óta ül a közgyűlésben, és minden alkalommal egyéni képviselőként nyerte el a megbízását. Ami nem is csoda, hiszen szinte minden körzetben élővel igyekszik kapcsolatot tartani, és kétkezi munkával is tenni a körzetiért. Ő sem az a képviselő, akit csak választások alkalmával láttak a választók. Kámál ebbességére és tudására szükségünk van a következő ciklusban is, ezért kérem, hogy tiszteljék meg bizalmukkal. Tisztelt Dunai Városiak, tisztelt 9-es válaszolgedben élők! városban születtem, itt nevelkedtem, együtt nőttem fel Dunai Várossal. Mindig fontos volt számomra, hogy a munkámmal segítsem a közösségek érdekeinek az érvényesülését. Hogy tevékenyen vehessek részt a helyi ügyek, problémák megoldásában. Ballom, hogy egy önkormányzati képviselőnek a lakókörnyezet fejlődéséért, élhetőbbé tételéért kell dolgozni a politikai hovatartozástól függetlenül. A rajta Újváros Egyesület is azért született meg 2019-ben, hogy ezeket a lokálpatrióta jelölteket egy zászlóval tudjuk vonni. Legyenek bármilyen sok színűek is. Az Egyesület tagjai ezt bizonyították is az elmúlt években. Úgy érzem, hogy van erőm, van csapatom, és vannak terveim is, ezért nem kérdés számomra, hogy 2024-ben immár hatodszor is lakók bizalmát kérem a körzetben végzett közös munkák folytatásához. Meggyőződésem, hogy békeváros résznek és új nagyobb hangsúlyt kell kapnia a városon belül. Ezek a lakókörzetek a maguk sajátos élestílusával, lakóinak életfelfogásával, a közösség összetartásával olyasmit jelképeznek, amely a jövőben egyre fontosabbá válik hiszem, hogy a színvonalas pihenés kikapcsolódás, ami ötvöződik az egészséges életmóddal, egyre nagyobb értéket fog képviselni. Nagyon büszke vagyok a Városvédők új egyesetlen közösen szervezett programokra. A tündérker játszótér üzemeltetése, karbantartása és szépítése érdekében tett erőfeszítésekért, az elektromos és fémhulladék gyűjtésre, a garázsvásárra, a piknikre, a mikulás ünnepségekre, a kézműves foglalkozásra, az ablakvadászatra. Az önkormányzattal közösen végzett veszélyes hulladékgyűjtésre, valamint a béradások lebonyolítására, szervezésére, ami újdonság volt városrészünkben. Az itt élők sosem markokat tartják, nem másikra várnak, hanem elvégzik a munkát. Örülök, hogy a legtöbbször az önkormányzat is mögéjük áll, ebben továbbra is szeretnék segíteni. A körzetemben élők szerintem pontosan tudják, hogy én minden lakót egyformán képviselek, politikai hozzáállástól függetlenül, ez pedig a jövőben is így lesz. Számomra a közösség a legfontosabb, még épített környezetünkre is fontosabb, hiszen a közös munka, a programok, a beszélgetések, mint embereket építenek minket, ettől igazán jó városinak és új telepinek, békevárosészének lenni. Éppen ezért nagyon örülök, hogy ismét van civil ház a Békeváros részben, ahol a Honvédségi Klub is működik, és annak is, hogy csomagtartó is egyre népszerűbb. Elengedhetetlenek tartom a civil szervezetek és rendezvényenek a támogatását, hogy ezzel is erősítsük a közösségek összekovácsolását. Lásd a Sugárúti Fesztivál. És vannak még eredményeink bőven. Például a kokáért, újra Újraindítottuk életünknek megfelelően a 13-as buszjáratot. A Békeváros több utcáját is járdákat újítottunk fel, és elkezdtük a pálmek szociális bérlakás romálását. Szeretném megőrizni a Békeváros részhez új telephez fűződő szívélyes kapcsolataimat, tovább erősíteni az itt szövődő barátságokat és jó ismerettségeket. Legyen továbbra is igazi képviselet a 9-es választókörzetnek, ehhez kérem bizalmukat a június önkormányzati választáson. Köszönöm, hogy meghallgattak.